Kiambu városa igen rossz hírű hely volt, az országban a legrosszabb. Hírhet volt a sok gyilkosság, erőszakos cselekmény és nemi erőszak miatt. A város sem és a gyülekezetek sem növekedtek. A város rossz híre miatt senki sem akart ide költözni. Az 1980-as évek végére Nairobinak ez a nyomorult külvárosa az egyik legveszélyesebb és legnyomasztóbb helyé vált Kenyában. Több bár és törvénytelen szeszfürdő volt itt, mint templom vagy közért. A bűnözést a nagy mennyiségű alkohol táplálta, így került Kiambu az országos bűnözési lista csúcsára. Senki sem mert az utcára lépni sötétedés után, különösen a nők. A köztisztviselők általában kenőpénzekkel kerülték el, hogy Kiambuba küldjék őket dolgozni. A sok éves erőfeszítések ellenére egy gyülekezet sem bírta az agságát néhány tucat embernél nagyobbra duzzasztani ebben a 65 ezer fős városrészben. Az egyik kimerült pásztor így fejezte ezt ki: mi hirdetjük itt az evangéliumot, de az emberek nem térnek meg. 1988-ban az úr azt mondta nekem és a feleségemnek, hogy jöjjünk Kiambuba és alapítsunk gyülekezetet. Thomas és Margaret Muti utazó prédikátorok voltak, és egyáltalán nem lelkesedtek, amikor Isten Kiambuba hívta őket. Tudták, hogy itt nem lesz könnyű gyülekezetet alapítani, hiszen a város híres volt arról, hogy a szolgálatok tönkre mennek benne. A többi prédikátor Nairobiban őrültségnek tartotta az ötletet, és ezt nyíltan meg is mondták. Mutiék azonban rájöttek, hogy ha sikert akarnak elérni, fel kell ismerniük a Kiambuban uralkodó szellemi nyomás forrását, és azzal kell szembeszállniuk. A Biblia azt mondja az Efezus 6.12-ben, hogy nem vér és test ellen harcolunk, hanem erők és hatalmasságok ellen. A problémát tehát nem a város lakói okozzák. Nekünk azzal van bajunk, amit az ördög tesz az emberekkel. Hogyan tartja őket a sátán ebben az állapotban? Motiék fél éven keresztül elkötelezetten és buzgón imádkoztak, valamint szorgos kutatómunkát végeztek. Tehát azt kérdeztük Istentől: mi az ok a háttérben? Imádkoztunk, böjtöltünk. Az Úr megmutatta nekünk, hogy a varázslás szelleme ül a városon. Rájöttek, hogy sok Kiambuban zajló folyamat egy Mama Jane nevű hat nagyhatalmú asszonnyal hozható összefüggésbe. Noha ő a kereszténység köntösébe öltözött, és Jóltáját Emmanuel klinikának nevezte, egyértelműen varázslással foglalkozott. Jane mama ügyfelei közé tartoztak a város legfőbb üzleti és politikai vezetői, akik vele jósoltattak maguknak. Muthiék miután rájöttek, hogy Kiambu erőteljes gonosz hatalmak fogja, még odaszántabban borultak Isten elé. 6 hónap elmúltával bizonyosságot éreztünk a szellemünkben arról, hogy a város fölött megtört a gonosz szellemi uralom. Megragadva ezt az alkalmat, Thomas megtartotta első szabadtéri evangelizációját. Az első hét végére több mint 200 ember adta át szívét Jézus Krisztusnak. Hamarosan általánossá váltak a gyógyulások és a megtérések. Amikor a városházának nagy terme már kicsi volt a tömegnek, Thomas egy közeli zöldségesbolt alak sorába költöztette a gyülekezetét. A helyet találóan ima barlangnak tevezték el, mert napi 24 órán át folyt a közbenjárás. Jane mamát később ejtették ezek a fejlemények, ezért a varázslás ösztűzével lendült ellentámadásba. Nehéz nyomás nehezedett ettől az imai dicsőítő összejövetelekre egészen addig, amikor a presbiterek meg nem találták Jane mama varázseszközeit a gyülekezeti terem mellett. A hívők hatalmat vettek a hatás fölött, mert tudták, hogy démoni befolyással van dolguk. Egyik reggel felemeltük a kezünket, és imádkoztunk, hogy ez az asszony vagy térjen meg, vagy költözzön el. Pár napon belül Jane mama minden erejét elvesztette. Néhány év múlva összecsomagolt és elhagyta a várost. Miután megtört a varázslásnak ez az ereje, ez a fejedelemség, ami Kiambut elnyomta, Isten jelenléte kezdett lebegni a város fölött.
az egész légkör megváltozott. Ahol az emberek régen féltek kilépni a házból éjjel, ma az ország egyik legalacsonyabb bűnözési arányával dicsekedhetnek. A helyi bárokat bezárták és gyülekezetté alakították át Kiambuban. A város felvirágzott. Valódi változást látunk. Isten jelenléte természetesen sok változást hoz magával. Ma jó indulat és bővölködés tapasztalható mindenfelé. Most, hogy Kiambunak jó a híre, Nairobiból ide üzöllenek az emberek, hogy házat vegyenek. A lakosság száma 30%-kal megnőtt. A megtérések is drámai mértékben megszaporodtak. A kiambui imabarlang másnéven a híd szava gyülekezet több mint 5000 főre duzzat. Ez nem rossz szám egy olyan városban, ahol korábban a gyülekezeteknek átlagosan 30-40 tagja volt. Látjuk, hogy Isten nagy dolgokat tesz ebben a városban. Megváltozik az emberek élete. Bűnözők, prostituáltak, rablók jönnek Jézushoz. Mindenféle emberek megtérnek. Thomas siet megjegyezni, hogy a tartós siker receptjéhez az ima is hozzátartozik. Az ima beszélgetés Istennel. Ennyire egyszerű. Beszélünk Istenhez, akinek van hatalma megváltoztatni a különböző helyzeteket. Nálunk ma annyi ima száll fel, hogy nem csak megtartani tudjuk, amit már elértünk, hanem egyre több területet hódítunk meg. Naponta több mint 400 közben járó jön összeimádkozni. Összejövetelük, amit reggeli dicsőségnek neveznek, reggel 6-kor kezdődik. Ezt kiegészítik a pénteki imaiszakák és a szerda esti imaórák, amelyeket imavihar hadműveletnek hívnak. Az ima elképesztő mértékű erőt szabadít fel. Ez az erő változtatja meg a dolgokat. Én láttam, amint átalakította ezt a várost. Ha Isten ezt meg tudta tenni Kiambuban, akkor bárhol a világon meg tudja tenni.